A végéhez közeledik Mályi község kerékpárút hálózatának teljes kiépítése, a mostani legújabb szakasz a kistokai elágazástól egészen Miskolc közigazgatási határáig tart, amelyen keresztül egyszerűbben és biztonságosabban juthatnak majd el a lakók és a turisták is a városba. A mintegy 1,2 km hosszú bicikliút 70 millió forint Európai Uniós forrásból valósul meg, amelybe a szakaszon érintett buszmegálló felújítása is beletartozik. A kerékpárút hálózat megvalósítása az ötlete nem új keletű, hiszen azért már voltak jó példák arra, hogy rengeteg településen, főleg külföldön kerékpárral járnak. Ezt szerettük volna mi is meghonosítani itt. Volt egy kerékpár sávunk két oldalt itt a hármas úton, a Mályi belterületén. Ezt egészítettük ki 2013 vagy 2014-ben egy kerékpár úttal, ami nyéklátházát kötött össze Máival, illetve kerékpársávval kibővítettük még a település kerékpárút hálózatát, amely egészen Martin-Kertvárosig megy, Kistoka érintésével. Most sikerült végre befejezni ezt a kerékpárút hálózatot, hiszen most már minden irányba a településen kivezető úthálózat minden irányába megvalósítottuk a kerékpárutat vagy kerékpársávot. Ez a legutolsó projekt, illetve terv, amit sikerült megvalósítanunk, és az a kistokai elágazástól egészen Miskolc megyei jogú város közigazgatási határáig fog tartani. Ez egy 1,2 km hosszú kerékpár út lesz, ez független a hármas úttól, vele párhuzamos. 2,3, tehát 2 méter 30 centi széles kerékpár út lesz. Igaz, hogy most ez 1,2 km hosszú, de Mályi tovább nem tud terjeszkedni. Miskolc is hozzá fog csatlakozni ehhez a projekthez. Mi már előrébb járunk, ezt büszkén elmondhatom, és örülök neki, hogy ez a beruházás megvalósul pár hónap múlva, és a tervek szerint én úgy tudom legalábbis, remélem pontosak az információm is, hogy talán Bogácsig fog menni ez a kerékpárút hálózat, tehát Mályi bekapcsolódik az országos kerékpárút hálózatba, ami szerintem nagy boldogság mindannyiunknak. Reméljük, hogy sokan fogják használni, reméljük, hogy többen fognak közlekedni kerékpárral Miskolc felé, hiszen nem csak turisztikában, de munkahely elérésébe is lehetőség nyílik. Hármast is tudnánk termentesíteni gépkocsik szempontjából, hiszen nagyon nagy a forgalom a hármason, tehát ezzel is talán hozzájárulunk az egészséges környezethez, és örülök neki, hogy ebbe az elképzelésbe részt vesz Mályi is. Ez a kerékpárút teljesen megfelel a mostani előírásoknak, tehát aszfalt burkolat kerül rá. A hátunk mögött a háttérben lévő buszmegálló is meg fog újulni, ezt is fel fogjuk újítani, és reményeim szerint ugyanezzel a megjelenítéssel a többi buszmegállót itt a hármas úton le fogjuk tudni cserélni, tehát egy egységes buszmegálló hálózatot szeretnénk kialakítani a közeljövőbe, vagy a távoljövőbe, majd az anyagi forrásoktól függ. Összesen 70 millió forintba kerül a beruházás, ebből közel 53 millió forint támogatást kaptunk, és a többlettámogatást is már megkaptuk, az pedig közel 16 millió forint. Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, hiszen ezt magát, tehát az önkormányzat saját forrásából nem tudta volna megvalósítani. Természetesen még azt hozzá kell tennem, hogy nem csak ez a kerékpárút az, amit szeretnénk még megcsinálni, hiszen nagy igény van arra, hogy a tó felé is vezessen kerékpárút. Itt már egy kicsit a helyszűkében vagyunk, voltak már rá tervek, voltak már próbálkozások, egyelőre nagyon nehéz megvalósítani a tóparton menő kerékpárút kivitelezését.